Azon gondolkodom, hogy elhagyom Budapestet. Itt születtem 60 éve, de én elmegyek. Esztergomi akarok lenni. A családnak már elmagyaráztam, hogy miért unom ezt a sok facázást, Most komolyan. Hétvégén döntenék el arról, hogy hova kiránduljunk, és akkor mindenki mond valamit. Az anyám, a feleségem, a lányom, a lányom férje, már az unokák is beledumálnak mindenbe. A Városházán megy a húzavona, a maradék SZDSZ Demszkivel az élen, hadakozik a tarlóssal. Aztán itt lesz az ötödik kerületben a választás, ilyen nagy, nagy, nagy ászok indulnak, mint Debreceni József az MDF-től, meg Steiner Pál, a szocialista volt polgármester Rogán Antal a Fidesztől, megy a húzavona, majd vitatkoznak. Ez gyűlölöm. Tiszta, egyenes beszédre van szükség. Esztergomi akarok lenni. Ott a polgármester, Megyes mi? Tamás. Megyes Tamás megmondta, nem vitatkozunk, nyomjuk a gombot. És kész. Csónakázott a építünk. Nincs hozzászólás. Kész. Az, hogy pont a házam előtt lesz a tó, az véletlen fát nem vágtunk ki, bozótiltás volt. Kus! Kus! Bozótiltás volt. Nem járul hozzá az önkormányzat a csatornázáshoz. Fizessen mindenki. Mindenki fizessen. Hogy valaki hozzá akar szólni? Nem. Ebben a városban nincs vita. Gomnyomás van. Ha Esztergomi leszek, meg se kérdezem a feleséget, hova megyünk. Elmondom. Esztergomi vagyok. Irány Komáron. Ugye, ja, hogy a feleségem a Balaton akar menni? Kit érdekel? Esztergomi akarok lenni, sőt, azt szeretném, ha Esztergom elszakadna Magyarországtól, önálló szuverenitással rendelkezne, volna egy jó királyunk, Megyes Tamás, vita nincs, többség nyomja a gombot, kisebbség kussol. Hát, hogy mentálisan Megyes Tamás toppon vagy, a toppon azt nem tudom. Ugye csak, hogy belenéztem az internetbe, állítólagos feleségverés, meg, hogy meg hogy levált iskoligazgatott jegyzőt, és szeszélyes. Szeszélyes. Hát, hogy volt-e pszichológusnál, mielőtt jelölte a Fidesz, nem tudom, de egy ilyen emberre van szükség. Kicsit szeszélyes, de határozott. Mindenkit kirúg a képbe, aki pofázik. És vita nincs. Én például esztergomi lakos leszek, otthon is bevezetem, mint esztergomi, hogy mindenki gombot nyom anyám, feleségem, lányom, unokám, nincs pofázás, azon vitatkozni, hogy mi legyen ebédre. Majd én megmondom. A gomb nálam van, sőt, nem is kell gomb. Eszter gomba nek ne is legyen gomb, egy gomb legyen Megyes Tamásnál. Megyes Tamásnál legyen gomb, és a dolog működik. És Eszter gomi leszek, azonnal helyi népszavazást íratok ki, mert mi Megyes Tamással nyilván összefogunk, mi ketten. És leválunk Magyarországról. Az egyetlen gomb országa leszünk. És az hol lesz? Megyes Tamás zsebében. Hát, hogy a felesége ellene van, én nem ismerem szegény asszony, de hát úgy meg tudom érteni. De nem nem, 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 Én mégis szeretnék ezt a lenni.